Hé, te! Miért fogsz most jönni a hátad? Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megyelsz! Na hát, sziasztok, én Túlszájd vagyok, és ma összeszedtem 5 kutyafajtát, amik a legveszélyesebb kutyafajták, és elképzelhető, hogy párotoknak van is ilyen kutyája otthon, de még mielőtt bemutatnám őket, ha szeretnél hasonló témájú videókat látni, akkor már most nyomj egy lájkot és kommentírd is meg, és nagyon szépen megköszönöm, hogyha esetleg feliratkoztok, majd benyomjátok a csengőt, mivel minden nap délután 4 órakor premier, így akár te értesülhetsz róla elsőként, és persze ezzel tudtok a legjobban motiválni is. Most pedig kezdjünk is bele. Első, a Rottweiler. Ezek a kutyák rettentően indulatosak, és igazából családi állatnak nem teljesen felel meg, legalábbis elég nagy felelősség kell hozzá, ahol a tulajdonos, a gazda főként amatőr. Nyugodt és határozott természet is kell hozzájuk, és nem árt őket képezni, de maximálisan megéri rájuk figyelni. Esetleg az erőszakos reakciók elkerülésének érdekében. Legelső háziállatnak valószínűleg nem ezt a legérdemesebb választani. Második, a német juhász. A német juhászok nagy sebességgel tudnak reagálni, ez mellett akár a legjobban a célra is tudnak figyelni, hogy a veszélyt azonnal megszüntessék, de ez mellett akár még tudnak simán halálos kárt is okozni, viszont úgymond megfelelő kiképzéssel akár még csillapítani is lehet őket. Ez a képzés akkor éri meg, hogyha esetleg a családban van kisebb is. De ezektől eltérve, ettől független, ez is egy nagyon kedvelt kutyafajta, viszont be kell vallani, hogy elég veszélyes, hogyha az ösztöneire hallgat. Harmadik, a Dobberman. Ez egy nagyon intelligens fajta, erős, viszont rettentő érzékeny a hangra. Mindezek mellett meg fogják érezni a veszélyt, és ők magukban egyedül reagálnak is rá. Természetesen ők is agresszívak, akár idegenekkel szemben, és a mérete az, ami ezt a fajtát még veszélyesebbé teszi. Tehát, hogyha nincsenek megfelelően képezve, és ha nem is engedelmeskednek, akkor hatalmas kárt is tudnának akár okozni. A Pitbull. A Pitbull alapvetően egy vadászkutya, és teljes mértékben lelkesen teljesíti a feladatát, ameddig az be nem fejeződik. Ez mellett rettentő erős az állkapcsuk is, és valljuk be, hogy elég agresszívak, ha esetleg a háznál több kutya is van, garantáltan nem enged az ételből, és pontosan ezért, hogy mire felnőnek, ne legyenek túl agresszívak, szocializálni kell őket és képezni, hogy ezzel is a gazdák elkerüljék a felesleges veszélyes helyzeteket akár. 5. A farkas kutya, Wolf Hybrid. Az összes közül ez a legveszélyesebb kutyafajta, pontosan azért, mivel saját fejük van, pontosan úgy értem, hogy a saját fejük után mennek, és teljes mértékben kiszámíthatatlanok, a nevéből kiindulva ténylegesen rettentően hasonlítanak a farkasokra, szürke farkasokra, és ezért kiszámíthatatlanok. Pontosan ezért sok államban be van tiltva annak a lehetősége, hogy ezt a fajtát háziállatként tartsák, vagy hogy bárki egy ilyennek a tulajdonosa lehessen. Hogyha van esetleg kutyád, akkor írd meg kommentbe, hogy milyen fajta, ha szeretnél látni folytatást, akkor 5000 like múlva lesz, és persze akkor, hogyha feliratkozol, majd benyomod a csengőt, találkozunk a következő videóban, sziasztok!